Egyre nehezebben tudják megoldani a balatoni vállalkozók a munkaerőhiány okozta problémákat. Már nem csak szakács és felszolgáló, de szinte minden szezonra jellemző szakmában hatalmas a hiány. Van olyan vállalkozó, aki ki sem tud nyitni, még olyanok is vannak, akik már kénytelenek voltak bezárni, mert a dolgozóikat elcsábította egy másik vendéglős. Árván és bezárva áll ez a büfékocsi Ábrahám hegyen, miután az üzemeltetője nem talál hozzá alkalmazottat. Pár éve még válogatni lehetett a jelentkezők között, mostanra azonban nagyot fordult a kocka. Volt, akit megpróbáltunk alkalmazni. Igazából még el se kezdődött a munkavégzés, de már lelépett. A vállalkozók egy része ki sem nyitott, még a sokak által kedvelt badacsonyi büfésoron is egymást érik a bezárt borozók, vendéglők. Akadt, aki kénytelen volt engedni a színvonalból. Az ismeretségi körben van olyan büfés, akinek csökkentenie kellett az étlapot, hisz munkaerő hiány miatt képtelenség ennyi fajta ételt előállítani. Én azt gondolom, hogy idővel ez a turizmusnak a rovására fog menni. Szerintem ez idén már meg fog látszani. A vendéglátásban dolgozók közül nagyon sokan külföldön vállalnak munkát, de ők azt mondják, hogy ha megfelelő helyet találnak, akkor nyárra szívesen jönnek haza. Én 8 éve kint dolgozok Ausztriában, és nagyon sok ismerősre tettem szert, és csupa jót hallottam erről a helyről, és ezért úgy gondoltam tavaly nyáron, hogy akkor félig meddig hazatelepülök, és a nyarat ezentúl szeretném a Balatonparton tölteni. A szakemberek azt mondják, hogy ilyenkor ez a téma a szezon előtt évek óta mindig előkerül, de a helyzet messze nem olyan rossz, mint ahogy a hírek bemutatják. Kontraproduktív volt az előző éveknek a rémhírkeltése. Nagyon sokan szeretnének a Balatonra jönni dolgozni, egyre több a minőségi, jó hírű és jó nevű vendéglátóhely, ahol megfelelő körülményeket, megfelelő béreket kapnak az itt dolgozók. A munkaerő hiány nem egyformán jelentkezik a különböző szinteken. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a helyek találnak jó munkaerőt, amelyek a minőségre helyezik a hangsúlyt.